Több száz olyan település lehet az LMP szerint, ahol a polgármesterek kihasználják a közmunkásokat. Tegnap este a Házon kívül című műsorriportja Hajdubagost mutatta be, ahol a közmunkások a település vezetőjének erdejében dolgoznak, de lányának földjéről is ők szedik a káposztát. A polgármester szerint mindez a közjavát szolgálja. Az LMP most megyéről megyére jár, hogy felderítse a hasonló eseteket. Azt ígérik, ha visszaélést találnak, feljelentést tesznek. 200 hektár erdő Hajdúbagoson. A terület Szabó Lukácsé a helyi polgármesteré. Korábban az MDF színeiben volt országgyűlési képviselő, majd belépett a MIÉB-be, és annak tagjaként is bekerült a parlamentbe. Az erdejében éppen közmunkások dolgoznak. Ki küldtek ilyeneket? Hát Szabó Lukács polgármester. Tehát a saját erdejébe küldte önöket dolgozni? Persze. Hát a hivatalnak szedjük a fától és a iskolának. És a polgármester sem tagadta a Házon kívül című műsor riporterének, hogy a saját erdejében dolgoznak a közmunkások. Ez így megfelel a valóságnak, csak azt kell megnézni, hogy mit csinálnak. Ezek a közmunkások az önkormányzatnak a javára gyűjtik össze a tüzelőfát, és már annyit szedtek össze, hogy 2 évig az önkormányzatnak nem kell egy fillért se áldozni a gázra, mert ezzel az ingyen fával tudnak tüzelni. Azt is megmutatta, hol tárolják a fa egy részét, majd a ravatalozót, ami az ő tervei alapján készült, és a tájházat, amihez a faelemeket az ő műhelyében faragták. A polgármester lányának földjén például káposztát és uborkát ültetnek, majd szednek a közmunkások. Sallai Erbenedek az LMP országgyűlési képviselője szerint több száz olyan település lehet Magyarország, ahol a polgármesterek és a városvezetői, ahogy fogalmazott, kiskirályként uralkodnak. Azt mondja, ott a legkönnyebb kihasználni a hatalmat, ahol nincs munkalehetőség. Nagyon sok vidéki térségben nincs más lehetőség a megélhetésre, mint a közmunkaprogram. Nincs olyan, hogy felmondok és átmegyek máshová. És a közmunkaprogram kiszolgáltatottságot teremt. És közmunkások sokasága végez olyan jogszabály ellenesen saját munkát a helyi kisuraknak, ami elfogadhatatlan. Sallai Benedek azt mondta, szeretnék, ha a rendszer átlátható lenne, hogy kiderüljön, az adófizetők pénzéből a közmunkások pontosan kinek és milyen munkát végeznek. Ezért most körbejárják az országot, és ahol visszaélést tapasztalnak, ott jogi útra terelik az ügyet.